nappal a Vasas Óbuda elleni meccset követően ismét piros-kék riválist kapott az MBH Békés Csaba a női röplabda extraligában. Ezúttal azonban a fővárosiak második csapata, a Vasas SC az ellenfél, ráadásul hazai pályán a Városi Sportcsarnokban. Balogh Zsolt operatőr kollégám nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a Hitpont TV kedves nézőit. Kovács Dávidot hallják. Elsőként, szokás szerint, folytatva megkezdett hagyományt, a legjobb utánpótlás játékosokat köszönti a hazai klub, Baran Ádám klubelnök. Köszönt négy fiatal játékost, akik remélhetőleg egyszer majd szintén a felnőtt csapatban pályára léphetnek majd itt az extraligában. Egy-egy ajándékcsomagot kapnak ilyenkor mindig a fiatalok, és elkészül természetesen a közös fotó is, ami a mérkőzés előzetesét illeti, az eldőlt már korábban természetesen, hogy Bátkai Katona Ágnes és Tilman Gyula vezeti a mérkőzést, fehér mezben majd a vendég fővárosiak és kékben pedig a hazai gárda itt a Városi Sportcsarnokban. Ugye nehezen jött össze a női extraliga mezőnye, ebben az idényben a feljutás jogát megszerző TFS-e és a kieső DVTK sem vállalta az extraligát. Nagy kérdés volt, hogy hány csapattal, hogyan indul majd a szezon. Végül az NB1-ben második Vasas SC vállalta ezt az indulást, pontosabban a piros-kék klub mondta azt, hogy akkor a második csapatát is versenyezteti itt a legjobbak között. Ez természetesen egy óriási lehetőség a fiatalok előtt. Most mutatják be a két játékvezetőt a mérkőzésen. Szóval Kőnig Gábor vezetőedző is elmondta, hogy az a céljuk idén, hogy tapasztalatot szerezzenek és az ellenfelet tiszteletét kivívják. Viszonylag gyorsan már a második fordulóban megszületett az első győzelme is a fővárosi fiataloknak, úgyhogy már pontokkal is érkeztek ide Békés Csabára a fővárosiak kezdőjében, tehát két változás van az előző mérkőzéshez képest. Zsombók Eszter és a most keretben sem lévő Kis Lilla helyett Altorjai Virág és Botyánszky Fanni került be. Csabai nevelésű Sinka Dalma, Líder Evelin, Kis Nóra és Zsombók Anna mellé. Ugye liberóként pedig Stankovics Alinda és Balogh Emma forog majd a pályán, úgyhogy valószínűleg mindketten kapnak majd lehetőséget bőven a vezetőedzőtől, ami pedig a csabai oldalon változás, szintén kettő helyen módosított Tóth Gábor, Kisemese, Barbara Koszakova, Koé Májer és Szamaret Kerabájó maradt, Dékány Bernadett is, Ina Kocics helyén azonban ezúttal a csapatkapitány Márta Hörst és a fiatal német Luca kapott helyet, tehát azért belenyúlt Tóth Gábor is a kezdőbe, és német Luca előtt ott a lehetőség, hogy kezdőként bizonyítson, és liberóként pedig elsőként majd Kertész Petra van ott a pályán, de Nánási Zoé is bevetésre vár, adott esetben ő is kaphat majd játékidőt ezen az összecsapáson. És ha minden rendben van, akkor útjára indulhat a labda. Elsőként Balogh Emma, tehát a liberó a vendég csapatban. Ahol Botyánszky Fanni várja a sípjelet, először másik labdát kapott, és akkor most indítja útjára majd a labdát ezen a találkozón. Tehát még egyszer a rendkedvér, fehérben a vendég Vasas, és megvan az első pont a találkozón, a kékmezes Békés Csaba szerzi 1-0 ezzel, és Kis Emese volt az, aki nagyon magabiztosan értékesítette ezt a lehetőséget. Jöhetett is nyitni a rutinos center, aki
főleg a DVTK-ból ismerős röplabdát követőknek, és egy szép befejezés a másik oldalon is. Altorjai szerzi a pontot, aki csereként állt be az előző mérkőzésen, és nagyon jó teljesítményt nyújtott, rögtön kezdőben is találta magát. Ríder Evelin érkezett a nyitó helyre. Nem volt jó ez az ejtés, visszajött a sáncról. Németh Luca, aki ugye balkezes, az mindig a védekező csapatnak egy nehezebb dolgot jelent, és egy szép keresztel oda a vonal mellé jelentkezik, meg is szerzi az első pontját. 2-1, ismét hazaiak vannak előnyben. Sietett is nyitni a 23-as számmal játszó Németh Luca. Lelassult a blokkon, és úgy tűnt elsőre, hogy esetleg össze lehet a szedni, de nem sikerült a fővárosiaknak. Santos Hurst, az új csapatkapitánya, pontszerző, 3-1. Vendégeket is meglepte, hogy így pörgött az a labda a sáncról. Sinka labdája lelassul, Caraballo így könnyedén kezelhette ezt. Maier, és az nagyon messzire pattan Botyánszki kezéről. 4-1, jó csabai kezdés összességében. Tóth Gábor valami ilyesmire számolt, találkozót megelőzően. Sinka, Kertész olvasta ezt a sávot. Németh érkezik a hátsó sorból, és kicsit későn áll össze az a blokk. Németh bekezd itt a mérkőzés elején rögtön. Az 5 csabai pontból 2 is az ő nevéhez fűződik. 5-1, meggyőző kezdés a hazai csapattól zsinórban. 4 pont most egymás után, ezt szakítja meg vendég csapat. Zsombók Anna a pontszerző, 5-2. A Zsombók testvérpár, tavalyi U17-es EB-n már belakhatta ezt a városi sportcsarnokot. Itt játszotta a magyar válogatott a csoport meccseit, és a testvérpár ott volt a magyar válogatottban, és rögtön egy jó befejezés most a másik oldalról. Sinka a sáncot használta. Kipattant messzire, 5-3 így. Altorjai a szervával, és az hosszúra száll, úgyhogy nincs egyelőre vasas zárkózás, és tényleg forgatja a liberókat. König Gábor, most éppen Stankovics Alinda a pályán. Hurst a nyitással, és egyász! Óriási sebességgel érkezett az a labda, nem tudták lereagálni a vendégek. 7-3 az első fogadhatatlan szerva hazai gárdától. Hurst folytathatja. Ez már kevésbé sikerült, 50%-ra kihozta ezt a két nyitást most. Hurst, 7-4. Sinka a szervával, és az pedig egy könnyed akció, melyer a befejező, 8-4. Egyelőre meggyőző. Hazai alakulat teljesítménye. Koncentráltan nyitja az összecsapást tehát. BRS-e, megint egy hátsó soros támadás, az már kevésbé sikerül. Hurst rontja el, 8-5. Zsombók Anna
25-össel. A nyitó helyen. Megvan a fogadás is. Karabájó támadhatott, de helyén volt most a blokk. Ismét egy jó vetődés. És az bizony a vonalon. Egyszerű befejezés Botyánszkitól. 8-6. Semmi meglepettség vendégeknél. Amikor ott van a lehetőség, akkor próbálják befejezni fiatal fővárosiak az akciókat, és egyelőre többnyire, amikor ott volt a helyzet, akkor ez meg is történt. Úgyhogy 2 pontos hátrány az még vállalható, sőt, egyre zárkózik. Vendéggárda Altorjai helyezte be a vonal mellé. Pontos befejezések, 8-7. Zsombók folytathatja így. Ez egy finomabb nyitás, nem volt jó a fogadás így, és azt könnyedén le lehet csivíteni Rieder Evelyn. 8-8, 0-0 után, és 1-1 után most újra döntetlen. Itt az első szedben. Ott volt egy 4-es csabai sorozat, azóta végig PRS-e járt előrébb, most azonban egymás után 4 pontot szerzett a Vasas. Most viszont Kisemese érkezik, és a vezetést azért nem engedi ki a kezéből. Hazai gárda, Kisemese második pontja a találkozón. Ismét a hazaiak vezetnek Koszekova a szervával. Meg volt a fogadás. Német labdája, nem ér pontot, visszakínálják még a fővárosiak, és aztán egymást zavarja két csabai játékos. Német Luca lépett be játékostársa elé, a kommunikáció hiányzott egy picit, 9-9 így, hiszen Németnek kellett korrigálnia a helyén, a mozgásán, ő nem hallhatta játékostársat valószínűleg. Kis Nóra küldte át a labdát, Kertész jól fogadta. Másodszor egyből megtámadta a labdát Kis. És az meglecsorog. Német a pontszerző így. 10-9. Egyenlített többször is a Vasas most egymás után, de a vezetést nem engedte át ellenfelének. Házigazda, Karabájó, kemény nyitása, nem is tudta összeszedni a libero, az egy óriási ász volt. 11-9, a második ász hazai részről. Karabájó volt az utolsó érkező a csabai csapatba, de gyorsan beilleszkedett, hát ez megint egy óriási ütés volt. Zsinórban 2 ász, Karabájótól 12-9, és akkor jön is az első időkérés. Küldik Gábortól. Csabaiak mestere arra hívta fel a figyelmet mérkőzés előtt, hogy nem szabad gyerekként tekinteni az ellenfélre, teljes értékű extraligás csapat, és úgy is kell kezelni őket, hogy teljes értékű csapat itt az élvonalban, és hiába 16-18 éves játékosok állnak másik térfélen, óriási tapasztalatszerzési lehetőség előttük, veszíteni való nélkül, elnézést, és ez is segíthet abban, hogy egy felszabadult játékot mutasson a Vasas, úgyhogy mindenképpen észnél kell lenni ezen a hazai összecsapáson. Az időkérést követően pedig meg is van a 10. Vasas pont, Botyánszki ismét, ő kifejezetten jól kezd, de összességében
elmondható piroskékekről, hogy kultúráltan és összeszedetten nyitották az összecsapást. Összeszedték ezt is, a fehérmezesek, mehet tovább. Egy szép labdarúgó mozdulat Karabájótól és Németh Lucca. Azt így előzetesen már lehet tudni, hogy Hörst is jól bánik lábbal a labdával, aki követi az extraligát, már láthatta, hogy ha arra kerül a sor, akkor ő is lábbal játékba hozza a labdát. Most Karabájótól láttunk ilyet, 13-10 tehát. Nem volt jó most a hátsó soros akció, van viszont egy jó blokk, Meyer neve mellé lehet behúzni az újabb pontot, 14-10, szépen eloszlanak egyelőre a terhek. Csaba jó oldalon, szépen mindenki feliratkozik a jegyzőkönyvbe, mint pontszerző. Arra oda lehet érni, ez meg is történt. És Sinka kereste a blokk tetejét, azt találta volna el legszívesebben, de nem sikerült, így hosszúra szállt, 15-10. Most egymás után három csabai pont a táblán, az pedig egy nem jó fogadás, Meyer ezt könnyedén lerakta oda a Vasas tér felére, és König Gábor gyorsan elégeti a második időkérését is. 16-10, egymás után gyorsan felpakolt négy pontot a Békés Csaba. Kicsit meg kell nyugtatni játékosait König Gábornak, hiszen nagyon jól kezdett együttese, és ott volt BRS-en nyomában. Vasas 12-10-ről azonban egymás után négy pontot. Csaba neve mellé írhattunk be, úgyhogy már is megnyugtatóbb az előny Tóth Gábor együttesének. Ő biztatja még Kisemesét, mielőtt jöhet a következő nyitás. A center folytatja tehát szerva mögött. Ez egy jó blokk, jól pattant csabai szempontból. 17-10, Hörst. Ő is önbizalmat gyűjthet ezen a mérkőzésen, megkapta kezdőként a lehetőséget. És Engin Lilian érkezik hármas számmal a Vasasba. Társfogadást erősítené vendégcsapat. Ez 11. Vasas pont, sőt, inkább ott a hálónál jeleskedhet majd Engin. Rieder pedig nyithat. És az pedig egy kiméletlen erővel beküldött labda, Németh Lucca megint. 18-11. Ha Vasasban a fiatalok nem örömegtek meg itt a mérkőzés elején, akkor Németh Luccán sem látszódik, hogy először kezdő az NBH Békés Csaba színeiben. Az is egy kiváló nyitás, abból lehet megint dolgozni. Úgy is van, Meyer kiméletlenül küldi be azt a labdát, 19-11, de ennek a pontnak is az alapja a nyújtás volt, és ezt Németh Lucca tette meg, ő maradhat így. Németh jött a hátsó sorba, de most volt ideje a Vasas blokknak odaállnia. Sinka támogatta Zsumbókot,
az ő neve mellé húzhatjuk be ezt a kiváló blokkot, 19-12. Szűkös volt Kosszakova, helye volt a hálónál, de végül megoldotta, és ha már oda tette Hörsznek, akkor nem is rontotta el. Az a 77-es számú játékosa, ki a rutin képviselő játékosok közé tartozik. 20-12. 5 pontra az első szett megnyerésétől. Bélre sem marad is annyira, Altorjai szerzi a 13. vasas pontot. Sinka néz ki edzőjére, és kapta meg az instrukciókat, hogy menjen az a nyitás. Ösztre küldte a labdát. Jó munka Potyánszkitól, de mégsem sikerült aztán jól áttenni. Karabájó volt a hálónál jókor, jó helyen, 21-13. Meyer érkezett a nyitáshoz, de nem sokáig volt ott. Ez bizony a hálóban kötött ki, 21-14. De most ez a 7-8 pontos különbség beállni látszik, így pedig szépen emeletelhet a hazai csapat az első szett megnyeréséig. A Zsombók Karabájóra küldte a szervát, és az pedig nem volt bent a sarokban. Picit elmérte. Karabájó, 21-15. És meglepte ez a nyitás, most a csabaiakat, ezt kontrázhatja meg a vasas, és sikerül is, mert az nagyon messzire pattan, megint Potyánszki, 21-16, 8-ból 5-re faragta hátrányát a vasas, ez még így is kemény feladat, hogyha innen izgalmakat szeretne a vendégcsapat. Kis, másodjára már megvan, visszajött, éppen ott volt a center. A második megoldás már jobban sikerült, de könnyebb is volt a feladata. 22-16 így. Lehetett jobban áttenni, Németh Luca tolta rá a sáncra, és aztán a másik variáció már bejött, amikor visszajött a csabai térfélre, Karabájó a pontszerző, 23-16. Németh kihozta a maximumot abból a játékhelyzetből, és aztán Karabájó tudott így pontot szerezni. Egy kisebb vasas tábor. Így is eljött a fiatalokkal, és ők örülhetnek 17. pontnak. Itt az első szedben Sinka szerzi. Engin a nyitással. De ez nagyon gyenge a hálóban. Elakad, így 7 játszmalabda csabai oldalon, és akkor Karabájó jön vissza, aki már 2 ászt elsüllyesztett, úgyhogy ez nem jó jel vasas játékosainak. Karabájó, az is nagyon jó, a harmadik ászával 25-17, könnyed, magabiztos játékkal megvan a csabai vezetés, minden, jövünk a második játszmával. Térfélcsere után tehát jön
második játékrész. 12-10-ig kifejezetten szoros volt az első játszma, de utána csabaiak tudták nevelni a tempót, és pontosabban játszottak. Vége így kevesebb izgalmat hozott. 25-17-tel tehát 1-0 Békés Csaba javára. Megérdemelt hazai vezetés az első játszmát követően. Maradt Kertész liberóban, és maradt Németh Luca is, aki kiválóan kezdte a mérkőzést. Nem illetődött meg a fiatal balkezes játékos, hanem nagyon színesen és változatosan támadott. Koszakova talált valamit ott a pálya szélén, és adta ki a reklámtáblán túlra. De lehet, hogy ez is kizökkentette, mert a hálóba küldi a nyitást, 1-1. Jó nyitások Csabai oldalon, főként Karabájót lehet kiemelni. 2-3 ásszal jelentkezett, de tényleg Koszakova változatosan osztotta a labdákat, és több variációból is tudott pontot szerezni. A BR-ese Zsombók rontja el, üti szélesre ezt a labdát, 2-1, itt a második etap legelején. Nézzük, most megvolt a fogadás Botyánszkitól. Ezt kiszorított helyzetből nem igazán volt az eredményes, nem is lehetett az, és az ellentámadást Altorjai fejezi be azzal a keresztel, 2-2. Altorjai jött is, jutóhelyre meg csusszant a hálón ez a labda, de nem szavarta meg a csavaiakat, tehát Németh Lucát meg végképp nem. Mintha egy rutinos, sok csatát megért játékos lenne, olyan magától értetődő módon üti be ezeket a labdákat. 3-2. Maradt Engin feladóként a Vasasban. Egy hátsó soros támadás Karabájó nagy erővel, az ő energiájával, lendületével nincsen baj. 4-2. Kisemese maradt így Vito helyen, az egy nagyon finom megoldás Altorjai. 4-3. Altorjai, Botyánszki, Sinka. Sorban láttunk már mindenkitől nagyon tetszetős befejezést ebben a bő-egy játszmában. De egyelőre Németh Luca az, aki legtöbb pontnál jár, most már 10 közelében. Csabai a 23-as számú játékos, aki jött is. Ütni, és azzal is meg kellett küzdeni fehérmezeseknek. Kis Nóra volt az, aki nagy nehezen összeszedte, de csak elodázta Csabai pontszerzést, Meyer szerzi a 6. hazai egységet. Egyszer annyi csabai pont most a táblán. 6-3. Német ismét, és az pedig oda a vonal mellé, vagy lehet a vonalra. 7-3. Németh Luca berobban itt a csabai kezdőbe. Ha már megkapta a lehetőséget, akkor meg is mutatja magát. 7-3-nál pedig König Gábor rögtön időt is kér. Altorjai, aki csereként szállt be a történelmi szenvedek elleni
sikerrel záruló mérkőzésen. Ő emelte ki, hogy ez a két egymás utáni PRS elleni mérkőzés teljesen más összecsapás lesz. Nekik kell bizonyítani, hogy a fiatalossággal bárkit képesek meglepni. Erre törekednek majd itt is. Ez volt a cél, és egyelőre nem vannak szégyent a vendégek, azt nem lehet mondani. De Csabaiak irányítják a mérkőzést. És 1-0-ás szettállásnál 7-3 itt a második játék részben. És az bizony Zsombók, de egy hiba. 8-3. Egymás után 4 hazai pont, 4-3-ról 8-3. Előző játszmában is volt egy ilyen sorozat a 12-10 után. Ez is a hálón irányt változtatott egy picit. Meg lehet kontrázni. És német, ez most nem sikerül. 8-4. Így is 4 pont. Csabaiak előnye. Zsombók Anna a szervával. Ez a fogadás nem sikerült, de aztán a blokknál mégiscsak Koszekova javítja a hibát. Megvan a 9. csabai pontot. Gábornak is tetszett az, hogy jól reagált játékos arra, hogy nem feltétlenül sikerült az előző érintés, de résem volt a feladó. 9-4, nagyon kemény nyitás. Meg volt azonban Stankovicsnak. És belekapott ott Engin. Az már a csapattársat be is csapta. Német Luca megint a pontszerző, 10-4. És jön a visszacsere. Kis Nóra jön. 14-essel ismét. Vissza Engin helyére. És Kertész csak beleérni tud, Bocsánszki a pontszerző, 15. És akkor kis nyitással, ha már visszatért a pályára is, az meg egy álszértékű Kertész nem tudta fogadni. 10-6. Közelebb lopta magát, ismét a Vasas. 10-4 után két pont egymás után a piroskékektől. Van azonban rögtön válasz Meyertől. 11-6. Ő is egyelőre, amikor ott van a lehetőség előtte, akkor befejezi francia játékos. Fogadás. Csata a hálónál. Még egyszer próbálkozhatnak a vendégek, sőt. Német jön, és óriási ütés megint. 12-6. Ismét 6 pont a különbség. Jön is König Gábor. Időkérés, egy picit hezitált vendégek mestere, de aztán csak ikérte az idejét. Még most megpróbálhatja picit rendezni a sorokat. Most hamarabb tudta növelni 5 pont fölé az előnyét az egy csapat. A második játszmában ugye Csabaiak egy magabiztos Nyíregyháza elleni sikerrel kezdték az extraligát. Majd a címvédő Vasas Óbuda otthonában egy szettet ugyan sikerült nyerni, de a 3-1-es Vasas siker nem forgott veszélyben. És a
fővárosi fiatalok is ugyanígy egy győzelmel és egy vereséggel állnak. A szemmeledek elleni győzelmiről már beszéltem, ők éppen a nagyokkal játszottak a nyitófordulóban, az Sinkától egy óriási out, 13-6, szóval azzal, ha a második fordulóban történelmi sikerről beszéltem, akkor ez egy történelmi nyitómeccs volt két vasas között, itt az extraligában ilyen sem volt még. Áttették a fehérmezesek, de ezt lehet kontrázni, Caraballo óriási erővel, 14-6. Most rá tudott tenni egy lapáttal az a gárda. Az úgy nem jó, Sinka labdája akadt meg a hálóban, 15-6. Most egy picit kiesett a ritmusból a vendégcsapat, és akkor először a pályán 19-essel Semmler Rina Flóra líder helyén. Belecserélt át Kőri Gábor, de teljesen egyértelmű, hogy aztán tényleg megteheti, hogy mindenkinek lehetőséget ad. Ez főleg nem az a mérkőzés feltétlenül, amelyen a pontszerzés lehet a cél, tényleg tapasztalatokat lehet gyűjteni. Német Luca pontszerző, 16-6, és akkor Zsombók Eszter is a pályán, Sinkát váltva, és két Zsombók testvér egyszerre a pályán, 10 pontos különbségnél. És az bizony bent van, hiába jött a vetődés Csabai részről, és akkor Zsombók rögtön egy pontot hozzátett. Csapat a teljesítményéhez. 16-7. Zoé közben a pályán, úgyhogy Csabaiak is fiatalok játék lehetőségét gyarapítják, játék percét gyarapítják. Nálási Zoé pedig óriási tapsot kap a lelátóról. Fiatal libero szintén itt volt az U17-es EB csapatban tavaly nyáron. Caraballo pontjára pedig most visszatérő Sinka válaszol, 17-8. És az egy blokk most Sinka részéről, visszatérés jól sikerült tehát a pályára. 17-9-ig. Újabb rontott nyitás vasas oldalon. Újra 9 pont a két csapat között. Nem jó a fogadás, ez így könnyebb. Csabai pont, Caraballo a nyitószethez hasonlóan most is hozzáteszi az ászt. 19-9, 10 pont, magabiztos Csabai vezetés. És akkor jön egy feladó csere is Csabai oldalon, Fekete Ramóna jön 14-es számmal. Koszekova kapja meg a pihenőjét a második szett hajrájában. Most kapja csak meg a jelet Caraballo. Nem jó a fogadás.
és fekete jól szolgál ki. Ez igazán fiatalos akció volt, fekete adott fel Német Luca fejezetbe. 29, ez egyelőre jóval könnyebb játszva, mint az első volt. Nem nagyon tudja tartani a lépést most a fiatal csapata az ötszörös bajnokkal. És Sinka megint a blokkot kereste volna most a szélét, de nem volt Csabai érintés, széles lett az ütés, 21-9 így. Az pedig a vonalon van, kivártam egy pillanatra, úgy érzékeltem elsőre is, hogy ez bent volt, de a játékvezető is mutatta, így 10 pontot eléri a Vasas, tehát ez azért jóval simább játszmának tűnik, mint az első volt. Jó az ejtés. Hörst. És az egy jó befejezés kisemesének volt, egy rövid, gyorsan odaszúrt labda, a center értékesíti, 22-10, 3 pontra a 2-0-tól hazai alakulat. Kis kapta meg, hogy hová kell nyitni, és végül ez pontot is ér, nem volt jó a fogadás, Meyer fejezte be könnyedén. És akkor jön még egy center változtatás is. Mikus Nina érkezik éppen Meyer helyére. Kettő pont hiányzik Csabai győzelemhez, és az bizony zsombók rontása, 24-10. Nagyon sok játszmalabda, nagyon sok lehetőség Csabai kezekben, hogy 2-0-ra bódosuljon az eredményszám szerint, 14. Kis továbbra is a nyitással. És az bizony hosszú, így van, 25-10 az első szetlabda értékesítve. Ez egy jóval simább játszma volt, 25-10, és ezzel pedig 2-0-ra vezet a Békés Csaba. Innen jön majd a harmadik játékrész. Lassan mindenki a pályán, 2-0-ás hazai vezetésről folytatódik a mérkőzés. Botyánszky Fanni a labdával. Ő indítja majd útjára a harmadik játszmát. És Német pedig ott folytatja, ahol abba hagyta pár perccel ezelőtt. Szépen gyűjtögeti a pontokat. Nem lepődnénk meg a meccs végére, hogyha ő lenne a legeredményesebb játékos. Ha nem cseréli le Tóth Gábor, akkor ez valószínűleg így lesz. Tehát az eddigi játéka alapján nincs is oka erre Csabai mesternek. Zsombók Eszter, a pontszerző. 1-1. Az első játszmában sokáig tartotta a lépést ellenfelével a Vasas, a másodikban ez már kevésbé sikerült. Maga biztosan ütötte be a második játszmát. Békés Csaba, Szemler maradt a pályán, de ez egy nagyon gyenge nyitás volt. 2-1. Német Luca a labdával. És az így egy gyász. Nem jó kommunikáció Vasas oldalon, hát azért ez inkább Vasas rontás, de hát a statisztikát nézzük, akkor ez bizony ászértékű, 3-1. De hát ott ezt könnyedén játékban lehetett volna tartani. 3-1. De most megvolt Sinkától a fogadás is.
befejezés is sikeres. 3-2. Zsombó Keszter. Érkezett a szervához. És az bizony rajta a vonalon. Mutatja is Bátkai Katona Ágnes. Egyenlő. 3-3. Zsombó ismét. És az is jó. Nánási kezéről pattan, elmaradt liberóban. A fiatal Nánási Zoe, és ez most volt jó érintés. Először a mérkőzésen szedten belül vezet a Vasas SC 4-3 vendégek javára, és értelemszerűen Zsombók a két jó nyitás után folytatja. Hiába vetődik Balog Emma. Örszt egyenlít, 4-4, nem sokáig volt az előny a fővárosiaknál. Gyorsan jött az egyenlítés. Szakobá visszatért feladóba, és az bizony most nincs meg. Ismét német a pontszerző. 5-4. Örszt a szervával. Az nem kérdés, hogy hosszú volt. 5-5. Német most már jóval, 10 pont felett jár. Csaba jött a legeredményesebb játékosa. Meyer labdáját nem tudják összeszedni. A fehérmezesek még visszatekintett a francia játékos, mert nagyot mentek másik térfélen, de végül nem tudták összekaparni. 6-5. Center nyitását láttuk, egy hátsó soros akció is, milyen jó Zsombók megoldása, 6-6. És a jó befejezés nyomán jöhetett a testvér nyitni, Zsombók Anna ütése pedig gondot is okozott most a hazai csapatnak. Aztán a támadás már kevésbé sikeres. Ezt egy picit túlgondolta Botyánszki. Le is olvasták szándékot csabaiak. Kis emese neve mellé lehet ezt bevésni. Pontként 7-6. Barul a vezetés. Csabai kezekben, sőt, Koszakova is nyit egy gyászt. Még nem volt ebből a műfajból. 8-6. Örszt játékban tartja, aztán Koszakovának kellett iparkodnia, de hát ott már nem lehetett összeszedni. Engin volt most munkában a hálónál. Nánási vetődött még, de nagyon gyorsan érkezett a labda. Nagyon közelről, 8-7. Caraballo. Most nincs. Vasas egyenlítés. 2 pont a csabai előny. Pontszerző pedig jön is szervához. És az a fogadás, így könnyű zsákmány kisemesének, 10-7. Ha ászt nem is ért, Caraballo nyitása, de kis ennek a pontnak a felét odaadhatja majd játékostársnak.
az is megdolgoztatta a liberót, de megvolt a jó feladás és a pontszerzés is, Botyánszki. 10-8, most egyelőre még tud ragadni az egy csapatra. Vasas, és az sem lesz meg. Semmler a hálónál. Egyetlen egy pont a különbség, 10-9. Hanási mutatta Koszekovának, hogy ez most az ő labdája, és hát így is van. Koszekovának lett volna nehezebb ezt pontosan feladni. Német a pontszerző, 11-9. És egy jó blokk most. Hörst, 12-9. Menetel, 3-0-ás győzelem felé. A Békés Csaba, ha itt óriási fordulat nem áll be a játékba, akkor ezt három szedben letudhatja a hazai csapat, de most Sinka kiváló ejtése még azt mutatja, hogy nem adták fel a piroskékek, miért is adták volna fel. Ha itt tudnak egy szoros játszmát játszani, és ott maradni az ellenfél nyomában, akkor még meghosszabbíthatják ezt a meccset, és abból csak nyerhetnek még több tapasztalatot. És az elpattan a blokkról, Hörst szerzi a 13. csabai pontot. Most beállt ez a 2-3 pontos különbség a két csapat között. Németh Luca nyit. Sinka, ez az ejtés most nem volt jó. Németh jól érkezett abba a sávba. És a hátsó soros akcióra jön a sánc Zsombók. Kezéről pattant le, 13-11. És nyitni a fővárosi a 22-ese. És most az ejtés jött csabai oldalon is. Elirigyelte Sinkától Hörst. Az is hibátlan kivitelezés volt. 14-11. Finom nyitás. Tánási jó munkája, megkapja a tapsot. De van jó blokk. 14-12, megint Zsombók volt az, aki kettes blokkban pontot szerez. 14-12. Sinka a hálóban. A labda, ezek könnyű hibák. Külig Gábor talán ezeket nehezebben bocsátja meg. Ezek elkerülhető rontások, 15-12. Ez az ejtés most nem jó, itt is rövid időn belül két ejtés, és aztán pedig a feladótól egy bravúros átdobott labda oda csabai térfél végére. Ezt most kiürítette a hazai csapat. Jó felismerés volt Engintől, 15-13.
Nem jött ki a lépés Karabájónak. De aztán mégis ront Botyánszki, pedig ott volt talán a kezében a lehetőség, hogy ezt jobban megoldja. 16-13. Tehát ez azért még fogható a rutintalanságra. Hát, hogy nem egyből a befejezésre kellett volna koncentrálni. Ezt csak átkínálják a fehérmezesek. Német pedig, ahogy azt kell, ahogy azt megszokott a mai napon, 17-13. És jön is Köri Gábor időkérése. Ez egy 4 napos forduló. Itt az Extraligában a címvédő Vasas Óbuda a MÁV előre otthonába látogat. A legtöbb izgalom talán a Kaposvár és a Nyíregyháza mérkőzését hozhatja. És hétfőre marad a Szent Benedek, valamint az Újpest csatája. És ez a két csapat majd kedden is összecsap egymással, hiszen a visszavágót azt januárban játszották volna a csapatok, de abban az időszakban Kőlik Gábor vezetőedzőnek az U16-os válogatottal lesz jelenése Európa-bajnoki selejtezőn, úgyhogy ezért hozták előre azt az összecsapást. 17-13-ról jön tehát a folytatás, és az időkérést követően Botyánszki dolgozik jól a hálónál, ő a csapata egyik legjobbja ma, 17-14. Engin. Hosszú, jött is Csabai térfélről egy out kiáltásna, hogy valaki véletlenül hozzáérjen. 18-14, ebben a játékelemben maradt talán a legtöbb Vasas oldalon. Ezeket sajnálhatja különösen König Gábor, hiszen ezek olyan pontok, amelyekért nem kellett megdolgozni a csabaiaknak. És az is bent van, Német elcsípi a vonalat, 19-14, egészen bravúros pontok Német Lucától, és tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy elég változatosan fejezi be az akciókat. Az pedig egy gyász, Caraballo. Hát ő pedig ebben megállíthatatlan a mai napon. 20-14, 5 pontra a 3-0-ás győzelemtől az NBH Békés Csaba. Solti érkezik Botyánszki helyére. Cserét követően jöhet csak Caraballo újabb szervája. Az is nagyon kemény volt, dolgozhat belőle a csapat, és meg is van Németnek, aki tényleg most már 20 felett, ami pontokat illeti, 21-14-nél pedig jön, lehet, hogy az utolsó Kőli Gábor időkérés a mai mérkőzésen. Tényleg nem volt meglepett csapat ezen az estén, a Vasas második játszma nem sikerült, de az elsőben és itt a harmadikban is viszonylag sokáig ott volt ellenfele nyomában, mondjuk. 20 pontot lehet, hogy ebben a játszmában sem gyűjti össze a Vasas, de a tisztes helytállás az mindenképp megvolt, ha ez itt végül 3-0-val véget ér akkor is. Kuszakova kezéről átment, és aztán a hálónál Hörc nyer meg egy pár harcot, 22-14. 8 pont most már a csabai előny. Botyánszki jön vissza Solti helyére.
És az meg egy jó blokk. Kis. 23-14, nagyon közel, most már a győzelem. A BHB és Csaba csapata érkezik a pályára, 19-es számban. És Gajdács Lina, és kap lehetőséget itt, lehet már tényleg a mérkőzés végén. Hörst helyén egy újabb fiatal csabai keretben. Megvan a blokk, vasas oldalon éppen Gajdáccsal szemben mutatta be Zsombók, 23-15. Nagyon tökéletes a fogadás, ezt Zsombók összeszedi a túloldalon. Sinka átteszi még. Rabajó szólt, hogy ez az ő labdája is. Egy nagyon finom megoldás. Kisemesétől így jut 9 mérkőzés labdához. Csapata 24-15. Második győzelmét szerezheti az idei extraligában. A VRS-e és léphet feljebb egy picit a táblázaton, de hát nyilván a forduló további eredményei még azért befolyásolhatják ezt. Ez nincs meg, Német üti a hálóba az első meccslabdát, 24-16. Tehát van még 8 lehetősége a csabai csapatnak. Német kapja megint, és nem tudják összeszedni a vendégek, úgyhogy Német fejezi be, aki kiválóan játszott ezen a mérkőzésen. 25-16, magabiztos csabai sikerbő, 1 óra alatt 3-0-ra nyer, az NBA Békés Csaba is 2 győzelemmel áll az extraligában, míg a fiatal fővárosiak második vereségüket szenvedték el, de kedden ismét egymás ellen lépnek pályára a csapatok, úgyhogy jöhet a visszavágó. Kollégáim nevében is köszönöm, nézzék megtisztelő figyelmét, tehát NBA Békés Csaba, Vasas SC 3-0, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra, viszonthallásra.